Hát akkor sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Opel Blitz 3600 és a 7,5 centis PAK 40-es ágyú limited edition verziójának megépítésének harmadik adásában. És a következő, utána elkezdünk szépen tovább haladni a dologgal, ugye itt tartottunk jelen pillanatban, hogy föltettük rá ezt a felső részt és föltettük rá a másik oldali ajtót. És én nagyon bosszantott ez a méretarányos dolog, és azt kell mondjam, srácok, hogy a végén le fogom húzni a konklúziót, de azt kell mondjam, hogy ez a kisebb Blitz lesz a jó. Jó. Szóval, következőt kell nekünk előhalászni e hi na hű ha ho. És négyes, ilyen fajta négyesből kell nekünk 1, 2, 3 és 4 darab. Kell nekünk ilyen fajtából, ebből a fajtából kell, kettesből azt mondja, hogy szintén kell nekünk 4 darab. 1, 2, 3 és 4 darab. Jó, kell ilyen billentős cuccosból, ilyen fajtából kell 6 darab. 1, 2, 3, 4, 5 és 6 darab. És a ből a fedélből, ami szegecselt, és egyszer kettes, ebből 12 kell. 1, 2, 3, 4, 5 és 6, és 1, 2, 3, 4, 5, és hol a 6? Hol a 6? Megvan, a 6 is megvan. Tehát 6 darab, jó. Kell nekünk akkor így kell összeállítani a dolgot, hogy az egyik az, azt mondja, kezdjük egy 2-essel nála, egy 2-es, jó. 2-es, 4-es, 4-es, 2-es, és a másik, ami vele szemben, akkor szintén 2-es, 4-es, 4-es és 2-es, ugye ezből az elalakú elemekből, és ezekre rá kell pattingatnunk a kis fedeleket, hát azt helyett, a fedelek helyett rá kell pattingatnunk ezeket a valamiket, mégpedig így mi. Azt mondja, hogy jó erősen kell rányomni. Úgy. Tehát az egyik az így fog kinézni, így, és akkor látjátok, 2, 4, 2, 4, 4 és 2, és akkor fölülről meg így néz ki, és a másikat azt ugyanígy rá kell pattintani, ezeket a billentős cuccosokat. Egymás mellé, teljesen jól. És az lényeg, hogy hátrafele álljon a billentős része neki. Másképp nem is tudna, úgyhogy a ja. Na, ez megvan. Kiegyenesítjük itt is, ezt is összenyomjuk rendesen, ahogy kell. És amikor ezek megvannak, akkor a tetejére meg rá kell pattingatni ezeket a kis fedeleket. Végig ez a teheroltó oldala. Jó? Így rá kell pattingatni az oldalára 4,
5 és 6. Tehát egy ilyet fogtok kapni, ami így fog kinézni, jó? Így egy ilyet fogunk kapni. És a másikat a szint úgy megcsináljuk. Jó, amikor ezzel megvagyunk, akkor fog kelleni nekünk a következő módozat. Fog kelleni ilyen fajta elemből, ilyenből, ami így néz ki, ilyen hasított elem. Ebből kell majd nekünk 8 darab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 darab. Kell 2 darab sima 2-es. Jó, ezt olyat keresünk mindjárt. Honnan sima 2-es kéne, hogy kerítsünk. Sima 2-es kéne, hogy kerítsünk. 1 és 2 darab. Tehát ilyen napos sima 2-es kell 2 darab. És kell nekünk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10-szer 1-esből kell 2 darab, tehát ilyen laposból. Oké, megfogjátok a 10-szer 1-est, és mellé rakjátok így a 2-est, így mellé, és akkor elkezditek rápattingatni a legelejétől a cuccosokat, mégpedig így, hogy a... Úgy kell rápattintani, hogy ez a hasított része, a hasított része legyen a kis lap felé, jó? A másik az úgy meg kell csinálni szerintem. Ja, igen, oké. Akkor ezt úgy fölpattingatjuk rá. Úgy. Megvan. És kész vagyunk. Amikor ezzel készen vagytok, akkor meg kell fogni, és ami így néz ki, így, azt kell rápattintani, tehát amikor így van, nem a hasított oldalra, a másikkal kell rápattintani, így erre. Tökéletes. Igen, mert amikor felhajlik, akkor így fog kinézni oldalról. Ez a valami. A másikot az dettó ugyanígy meg kell csinálni, tehát ez az oldal legyen, és akkor ezen az oldalon ugye a sima résznek kell lenni, kifelé kell lenni az akasztósabb résznek. Tehát fogtok kapni két ilyen oldalfalat, így kettő ilyet, jó? Ami így néz ki. Nagyon jó. Amikor ez megvan, akkor semmi más dolgunk nincs, mint az oldalfalakat fölpattintani a helyükre. A következő módon ezt ide így erre a dologhoz hozzá kell pattintsuk. Én nem is tudom, hogy lenne jó, majd mindjárt próbáljuk valami okosságot kitalálni, anélkül, hogy leesne a sárvédője az autónak. Hát, ez le fog esni, ez a sárvédő. Úgyhogy nem is jó helyen van kapásból a sárvédő, hanem itt kéne, hogy legyen. Én leveszem most ezt a sárvét, leesik. Jó. Azt mondja, hogy rápattintom az oldalára. Oké. Még nincs a helyén. Most van a helyén teljesen, jó. Még teljesen a helyére kell kerülnie a másik oldalról is. Tehát ezt így célszerű innen elő, és akkor belepattintani minden egyes kicsi kis bütyöknek a helyén kell lennie, mert különben nem fog jól állni az oldala. Sikerült. Tehát akkor most ez így van. Most már visszapattinthatjuk a sárvédőket a helyükre, amik mégpedig... Aha, ez nem itt kéne, hogy legyen. Aha. Jó. Tehát azért volt ez rossz,
Aha, meg már rájöttem, hogy mi az, ami rögzítette a sárvérőt. Az a kis bigyusz az rögzítette a sárvérőt, értem. Jó. Levesszük a komplet platót. Finoman. Lebírjuk venni a komplet platót. Ezt leveszem. Innen. És akkor leveszem a komplet platót egy kicsit. És a sárvédőt az bepattintom oda, ahova kellett neki lenni. Egyik hely. És a másik hely. Igen. Aha. Megvan, mi az, ami rögzítette a sárvédőt. Most visszapattintom a helyére a platót, és akkor már nem jön le a sárvédő. Nagyon jó. Oké. Tehát van egy kis picike rész, ami kilóg itt, látjátok? Ez rögzíti a sárvédőt. Hát ezt ide kell tenni, és akkor, ha jó helyen van a sárvédő, akkor rögzíteni fogja a cuccost. Így ezt visszatesszük a helyére, és akkor visszatesszük a helyére a vonóhorgot is. Nagyon jó. Így né. Megvolnánk. Oké, feltettünk mindent a helyére, most jön a következő lépés, elég jól állunk időbe. Azt mondja, hogy kell nekünk, ez a levegőnek az éje lesz, jó. Ilyenfajta, amivel szoktuk összeszerelni a kis piszkákat, ebből kell kettő, egy és kettő, igen, fog kelleni nekünk majd, most már ezek a ilyen elemek fognak kelleni. Ugye kell majd ilyen elem, ilyen fajta elem, ebből kell megint egy és kettő, és kell majd nekünk, mindjárt mondom, az íves kell nekünk, amitől, na, hol van? Hol lesznek? Ezek az ívesek kellenek majd nekünk, igen. Oké, tehát ilyen ívesek kellenek majd nekünk, ilyen ívesek, tehát most ebből kell egy. Következő megoldás, fogjátok, és ezt a valamit, ezt összeteszitek ezzel így, hogy a hosszabb része legyen lefelé, ezt a kettőt, és utána úgy kell föltennünk ezt ide, hogy ez a valami ezt támassza, ezt a hátsó részt. Mindjárt mutatom, hogy hogy gondolta a Kobi, meg én is. Csak bele kéne, hogy menjen a helyére, jó? Ja, nem raktuk rá ezért a kis... maradt le, lemaradt a... Mondta, kinte, hol vagy? Valami, nem, nem egész és nem kerek. Hát nem tettük rá ezt a kis, várjátok, valami nem stimmel. Most komoly, ezt rosszul raktam össze. Ja, okés, rosszul raktuk össze. De úgy kell lenni, hogy nem jól raktuk össze, ugyanis ennek kellett volna így lenni, de nem, hogy várjál. Ennek így, jó, így lesz jó, oké. Így lesz jó, oké, így, oké, levettük, és akkor most leszünk jó, most így jók leszünk, jó, levettük, mert két egyformát kellett csinálni belőle, és én nem két egyformát csináltam, de most már megvan a megoldás, ha rábírom tenni rendesen, de rá kell tudnom tenni. Jó, oké. Na, hol vagy? Ezt pedig berakjuk a másik oldalra.
bepattintjuk. Így beforgatjuk ezt a valamit ide. Így. És ezt a kettőt, ezt össze kell nekünk kötni így a ezzel a sátorponyva tartóval. Tehát az első az így néz ki. Ugye felraktuk kis pipákat rá, ezt besűrűztettük és összekötöttük. Jó. Utána kell csinálni, gyártani kell 3 darab ilyet. Tehát nekünk kell 6 darab ilyen fajta. Ilyen kell 6. 1, 2, 3, 4 és 5. Hol vagy? Nem mondd, hogy nincs még egy. És 6. Bocsánat. Megvan a 6 darab. Jó. És akkor utána kell nekünk az ilyen fajta. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5. És ugye ilyen fajta kell 6 darab. Ez a cső. És kell 3 darab ilyen elalakú, most ez a ilyen fajta kell 3. 1, 2, 3. Megvolnánk. Szuper. Ezeket csak szimplán össze kell tolni a pipákat, hogy nem, most már nem is fogok tudni gurulni, hogyha összetoljátok. 2, 3, 1, 2, 3, és akkor 4, 5 és 6. Tehát ilyen így fog kinézni, amikor összetoltátok, és ezeket be kell tenni. Azt mondja, hogy jó. Itt kimarad egy, és a kettő után kell betenni, ide kell betenned egyet, utána kimarad egy, kettő, és a harmadik után kell betenned még egyet, és utána a legvégére kell betenned még egyet. Így, megvan. Utána a másikat a szembe kell, így raktuk be, hogy itt kimaradt egy kicsike, és itt 2 pötty maradt ki, itt 1, 2, 3 pötty maradt ki, pedig 1, 2, 3, 4 pötty maradt ki. Így mutatja az utasítás, hogy ezt így kell betenni, és hogy befelé járjanak a kis csőrei, úgy kell betenni mindenféleképpen. Tehát úgy kell állnia, hogy ezeknek mind befelé kell állni a kis csőröknek, és amikor ez kész van, akkor le kell tenni az egészet, és össze kell kötni őket a keresztartó rudakkal. És akkor nekünk lesz már egy ilyen teherkocsink. És akkor lapozzunk. Most jönnek a kerekek összeszerelésre, és fog következni egy rendszám is. A rendszámot azt kapásból, ugye itt a rendszám, ez így néz ki, azt meg elő kell vennünk. Elő kell vennünk egy piros lámpát. Igen, elő kell venni ebből a fajta gumiabroncsból, az ilyen fajtából kell elővenni 2-t, 1 és 2, nagyon jó. És utána pedig elő kell vennünk 2 darab fent. Az 1 és 2. Nagyon jó. Fogjátok, és ugye szokásos módon a Kobi felirat
legyen kifelé, ezt úgy kell fölpattintani, ezt csak be kell tenni bele a gumiabroncsot, és akkor így lesz a dolog megcsinálva. Igaz? Így van. És amikor ez megvan, akkor semmi más dolgunk nincs, mint fölpattintani az egyik kereket előre, és a másik kereket pedig a másik oldalra kell fölpattintanunk. És ezzel itt meg is volnánk. Tökéletes. Szuper, már a két, már most így előről egész tárolatós, nem? Jó. Utána menjünk át hátra. És föl kell tennünk... Aha, most fog következni a különleges dolog. Ez a... Jó, itt ez megvan. Hol van a kereket? 1 és 2. Aha, és akkor van még két ilyen kerék, ami másfajta. Jó. Szóval utána figyelni kell, aha, nem mindegy melyiket rakjuk föl, ezt rossz helyre tettük föl, úgyhogy pattinthatjuk le a helyéről a kerekeket. De jó, hogy le kell vegyem. Hú, de jó. Óvatosan lepattintom. Ugyanis nem jó felnit vettünk elő. Ez a hátsó kerék felnél került fel előre. De ezt most is tisztázzuk rögtön ebben a dologban, mielőtt félreértés történne. Le is szedtük, jó. Jó gum is lenne belőlünk ez a hátsó kerék. Na szóval, menjünk vissza ide. Tegyük fel először, sikerült leverni róla izét, ezt a cuccost, tökéletes, nem baj. Tegyük vissza a helyre ezt is. Amikor ilyen nagyon sok mindenből álló autó van, akkor ez hajlamos az ember a dolgokat lepattintani a helyéről, amikor szerelít, ez ne zavarja nem senkit, jó? Oké. Szóval megfordítjuk. És ide valahová, én ide gondoltam a hátsó lámpát, ide így, erre az oldalra. Ő beljebb rakná, de én szerintem kijebb volt az a hátsó, ez itt volt hátul a hátsó lámpája. A rendszám pedig, én megint csak úgy gondolom, hogy ezt ide legszélére lenne célszerű föltenni. Mondjuk lehet, hogy azért rakja oda, mert hogy az utánfutónak nem fog elférni a cucca, úgyhogy berakjuk akkor mi is bentre, majd meglátjuk, hogy utána. Tehát ugye így tesszük föl, hogy nem a legszélére tettétek föl a dolgot, hanem egyel beljebb, és akkor ott a rendszám. Nagyon jó. És akkor most van az, hogy ugye figyelni kell, mert a kerék az van ilyen fajta felni, ilyen fajta felni, ami a tankhoz szokott kelleni, és van az ilyen fajta, ilyen szegecses, ez az első keréknek a felnie, jó? Úgyhogy ezt kell előre föltenni, ezt a fajtát. Úgyhogy, ja, elrontottuk, de sikeresen javítunk rajta, és a másik nem össze lesz rakva a kerék, ennyivel előrébb leszünk. Jó, tehát ez a fajta kereket tesszük fel, ami szegecselt, és ezt tesszük fel előre, és akkor most már jók vagyunk. És akkor olyan lett, mint a képen, nagyon jó, oké. Okay. Utána, ha megvan az első kerekünk, ugye a hátsó keréknél mondja, hogy vegyük elő, és fölhívja arra a figyelmünket, hogy úgy kéne föltennünk nekünk a kereket, és akkor a gumi már is nem jól áll rajta, hogy befelé kell neki állni a... Jó, mindjárt mutatom. Ez a kerék, ez jó. A másik sem jó, tökéletes. Tehát ismerős már ez a valami, egy kicsit nektek szerintem. Tehát úgy kell felrakni, hogy kifelé az legyen, ahol nincs sülyeztve, és itt be van sülyeztve, bent van egy sülyezték, annak kell belőle menni. Azt mutatja, hogy belőle kell menni, mert különben nem fog felférni a másik kerék rá. Egy kerék, és akkor felrakjuk a másik kereket is. Így. Jó, oké, fönt vagyunk, és utána haladjunk tovább, most jön a külső kerék,
külső kerékhez fog kelleni, ha most jön az a, mint a Panzer 4-esnek a görgője, olyan használunk fel felniként, ebből kell kettő és kettő darab gumi kell hozzá, és itt is megint csak, hogy a kobis gumit azt ugye kifelé rakjuk, fölpattintjuk a helyére. Kés, így, és a másikat meg megint. És amikor most kész vagyunk, akkor most fölpattintjátok ezt így a helyére, és most akkor ikerkerekű lett végre a kocsi, jó, tökéletes. Így akkor meg tudtuk oldani, hogy ikerkerekű lett, úgyhogy így most már tökéletes ikerkerekű teherautónk van. Jó, most következik a ponyva, amit most elő fogok varázsolni egy fél pillanat múlva. Egy kicsit távolabb raktam. A hosszabbik felével, és hát most azt mondom nektek, hogy kell nekünk kétfajta cuccos kell hozzá, egy ilyen fajta is ilyen, ez a kettő kell hozzá, ezeket egymással szembe állítom, mert ezekből 8 darab kell összesen mindegyikből, 4 darab, 5 darab, 6, 7 és 8. De ugye mind a két oldalra kell neki ilyenből 4-4 darab, nagyon jó. A másik fajtából pedig, ami ezt rögzíti, szintén kell 8 darab, ilyen fajtából kell nekünk 8 darab, jó. Ebből a fajtából szintén kell nekünk 8 darabnak lennie, ami egészen pontosan az. Megmutatom mindjárt a két elemet, hogy melyik mi a különbség kettő közt, és ezt meg is, ez kész is van, mert ez kifogyott, igaz? Jó. Oké, ezt most elteszem már ebbe, és akkor ezt is így tesszük, jó. Szóval kell lenni ilyen fajta elemből kell 8-nak lenni, és kell lenni ilyen fajta elemből szintén 8-nak. Alulra kell tenni, ugye a ponyvát azt ugye meg lehet látni, hogy ez nem egy, tehát egy így, most tudom, hogy de ez hosszába akarja rátenni, tehát ez szerintem így fog rámenni a ponyva, így. Levesszük róla a maradék kis szálacskákat, de jó, hogy ez ki fog szálasodni, ez tökéletes, hogy ezt így ki fog szálasodni. Jó. Szóval, ezt így levesszük. Elnézést. És erre rá kell nekünk tenni ezt a, ezt így ide. Hát ezt nagyon nehéz megmutatni, hogy csinálom. Megmondom őszintén, egymás mellé kéne tenni a négyet egyforma távolságokra, pontosabban be kéne szegni vele az anyagot. Egy kicsikét kilókat elő-hátul, azt én már látom. Tehát egyszer így ide az egyiket. Jó, és akkor nem is nyúlok addig hozzá, ezeket átteszem ide, és arra kell nekünk úgy rá pattintania a cuccost, hogy így. Hát az nem egyszerű. Egy megvan.
Mikor elkészülök, egy oldalon meg fogom mutatni, hogy hogy csináltam, jó? De végig benne kell lenni a szövetnek, nagyon figyelni kell. Oké, benne van a szövet. Itt megint benne. Na, ne csúszd ki. Mert ha nincs benne a szövet, és úgy nyomjátok össze, akkor megszívjuk. Meg ti is, mindenki. Globálisan. Na mi van, Guszti? Összevillag tenni? Olyan jó lenne, köszönöm. Aha, csak ezt ide jobban meg kéne húzni. Na most jó, oké. És a legszélén lévőt is megcsinálom. Hát ez nem egyszerű, szóval bonyolult. Jó. Így fog kinézni, srácok, mikor felrakjátok, így, így, benne kell lenni a ponyvának, és így fog kinézni, és a másik oldalit azt ugye szintén ilyenkor szembeállítjátok. Az a lényeg, hogy ez a fogas része legyen az anyag felé, az fogja rögzíteni az egészet. Próbálni kell viszonylagosan egyformán megcsinálni a dolgot. Én is próbálom, remélem, hogy sikerül, és ha sikerül, akkor a végén lesz egy szép ponyvánk, ha nem, akkor szívjunk vele, mert akkor szét kell feszegetni, arrébb kell húzigálni, de szerintem nagyjából, ja. Be kell mérni az elsőt. Az elsőt bemértétek, akkor olyan nagyon nagy probléma nem lehet már, mert a második az ahhoz fog igazodni. Jó. Na, arra gondoltok, hogy ezt nem tudom jobban mutatni, de tényleg annyira pepecs munka, hogy ha nem itt csinálom az asztalon, nem itt nyomom rá, akkor nem lesz jó. Szóval a végén lett egy ilyen ponyvánk, ami így néz ki. Így. Oké. Amikor ezzel megvolnánk, akkor úgy kell megcsinálni az egészet, hogy ezeknek a kis kampóknak kell menni lentre, és ide kell fölmenni bele a dolognak, akkor most szépen felpattingatjuk egyenként a helyére a ponyvát. Kettő, három, és négy, jó. Menj a helyedre vissza, kérlek. Menj vissza a helyedre, köszönöm. Tehát az a lényeg az egésznek, hogy látjátok, hogy itt vannak ilyen lukak. Ezekben a lukakban fognak belemenni ezek az elemek fognak belemenni, ez. 1, 2, 3, 4. A kicsi kettesek pedig ide mennek ezekbe az alsóba. Most mikor ez ráfeszül a tetejére, így rárakjátok, akkor helyre fog ugrani az egész, és akkor egy ilyen ponyvás teherautóvá változik az egész, és akkor meg kell fontosan fogni az oldalfalat, hogy ne pattanjon semmi ki a helyéről. Ki is nyithatjátok a hátát, és akkor be kell tolni a helyére. Nagyon jó. Így né. És akkor nézzetek meg egy ilyen
ilyen valami lett belőle, és akkor egy ilyen ponyvás valamit tudtunk csinálni az egészből. Így. Na és akkor egy ilyen ponyvás teherautónk van belőle. Szuper! Ez mi lesz már? Ez már az ágyú lesz a következő, tehát maga a teherautónk az elkészült. Most a teherautóval, ezzel a képpel, ami a egészen pontosan 31-dik, ezzel végeztünk. Na most, én úgy gondolom, hogy nem fogok kapkodni, az ágyút a következő részben fogjuk megépíteni, és akkor lesz kész a cuccos. Szerintem, mert ez kapkodás lenne az ágyút megépíteni megint. Úgyhogy én ezt most itt befejezem, úgyhogy a teherautó az készen van, és gyertek el legközelebb is, amikor megtudjátok majd, hogy mi a konklúzió, melyik a jó méretű blitz, és hogy néz ki a készlet kompletten, jó? Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett a műsor, akkor egy lájkot mindenképpen csapassatok rá, és gyertek el legközelebb is, amikor is a negyedik és egyben befejező részében megépül végképp a blitz már megépült, és a 7,5 cm vagy 75 mm-es pak 40-es ágyú elkészül, akkor a konklúziót megmondom, hogy melyik a jó méretarány. Ennyi voltam nála. Sziasztok!